következő hét elején megjelent a sajtóban ilyen picike kis hír. Eladták a Nőmovot, a növényolajipari és mosószergyártó vállalatot, mert nagyon sok pénzt fizetett a vevő, és a nagyon sok pénzre szüksége volt a költségvetésnek. Utóbb a perben előkerült a szerződés, amiből kiderült, semmilyen pénzt nem kellett fizetnie a vevőnek, ajándékba kapta, a vállalaton belül lévő pénzből, akár 2-3 év múlva, ha akarja, kifizeti, ha akarja, nem fizeti ki a vételárat, a mezőgazdasági beszállítóktól, akik a napraforgó magot adták el, még azon a tavaszon olyan szerződéseket kötött, ahol 15%-kal leszállította a felvásárlási árat, és ez az árleszállítás sokkal nagyobb vesztesége volt a mezőgazdáknak, mint az egész vállalat névleges eladási ára, amit egyébként nem is kellett kifizetni. Mint ahogy a növényolajipar privatizációnál tapasztaltuk is, hogy Raskó úr már akkor egy szója kereskedelmi érdekeltséget működtetett, és a magyar növényolaj alapanyaga, a repce és a napraforgó feldolgozásának a felszámolása a szójának nyitotta meg a teret, ami azóta többszörösére nőtt Magyarországon, mint import. Most azért mondom, hogy gazdasági bérgyilkos, mert ismerjük Perkinsnek azt a könyvét, amelyik az ő szerepét írja le, és mondja el, hogy igen, az volt a céljuk, hogy különböző beruházásokat hajtsanak véle például Dél-Amerikában, világbanki hitellel vagy más amerikai érdekeltségeknek a finanszírozásában, lehetőleg úgy, hogy ez eladósítsa az országot, de soha ne tudják visszafizetni. Most ez Magyarországon is bekövetkezett, mert valójában mi hitelből korszerűsítettük azokat a gyárakat, amit aztán ezek után az új tulajdonos lebontott, és a környezetünkben lévő más országok gyárait korszerűsítette a világbanki hitelből épített és itt lebontott technológiával, ami azt jelentette, Magyarországon maradt az adósság, és a magyarokhoz képest konkurens helyzetben lévő gyárakat korszerűsítették. A magyar kormány pedig Raskó úr hathatos közelműködésével ráállt arra, hogy szója kikötőt építsen Kóperben, mert ahogy Magyarországra minél olcsóban és jobban jusson el, hát a magyar kormány vállalta annak a költségét, hogy azt a kikötőt fejleszti, ahol az import beérkezik. Tehát felszámolja a saját exportját, felszámolja a saját munkahelyeit, felszámolja az ország pénzügyi mérlegét javító kapacitást, hogy utána az ország pénzügyi mérlegét rontó technológiát, illetőleg pontosan a logisztikát fejleszen a saját pénzén. Mert így akkor most már a magyar állattenyésztés nem a hazai fehérje takarmányon, hanem az amerikai importon növekedhet, pontosabban csökkenhet, mert ugye most, ha visszatekintünk a statisztikákat, megnézzük, akkor kiderül, hogy bizony a fehérjét fogyasztó állatállomány kevesebb, mint felére csökkent, egyébként pedig az importunk több, mint kétszeresére. Tehát fajlagosan négyszer több szóját használunk föl, és ezzel lényegében az állattenyésztésünket egy tengeren túli függvénnyé tett. A gazdasági bérgyilkosok jól fizetett szakemberek, akik dollármilliárdokat csalnak ki a világ országaitól. A Világbank, az Egyesült Államok Nemzetközi Segélyezési Ügynöksége és más külföldi segélyszervezetek pénzét a világ természeti erőforrásait ellenőrző nemzetközi nagyvállalatok és néhány gazdag család zsebeibe töltik. Eszközeik között szerepelnek a meghamisított pénzügyi jelentések, manipulált választások, a megvesztegetés, erőszak, szex és gyilkosság. A birodalmak létével egyidős játékot űznek. De ez a játék most, a globalizáció korában új és ijesztő mértéket öltött. Én tudom. Én ilyen gazdasági bérgyilkos voltam.